énekben. És most pedig Fodor Sándor fog hozzánk szólni, Kiskunk Haláka, Soldatkert. Sziasztok! Nagyon köszönöm ezt a megtisztelést, hogy szólhatok itt egy pár szót. Igazából ti elmondtatok már mindent, ez csak fokozni lehet. Köszönöm. Igazából ez csak fokozni lehet, de mivel fokozzam? Te követtél, vagy ti követtetek egy éjségsztrájkot, amit áprilisban kezdtünk el, egy hetes éjségsztrájkot a Hősök terén. Én úgy látom, ugyanazzal a jelmondattal, ugyanazzal a szellemiséggel követtétek. Az éjségsztrájk úgy mondják, hogy demokratikus államba, demokratikus jogok államába, vagy demokráciába nem etikus. Nem lenne etikus, valóban, mert ugye ki lehetne harcolni más eszközökkel azt, hogy meghallgatást nyerjél, azt, hogy meghallgassanak, és kompromisszumot lehessen kötni. De ez egy sikoly. Ez a sikoly az azért volt, mert a választ megvárjátok, és várjuk a választ. Erre van lehetőség. De mivel nincs demokrácia, ezért megcsináltátok ti ezt az éjségsztrájkot. Én is ezért csináltam. Én azt írtam, hogy elég volt, ne tovább. Ezt most már én fokozom, és én is kezdek radikálisabb lenni. Az elég volt, ne tovább, most már ott az van, hogy oda csapok. Az oda csapás az még mindig nem erőszakos, hanem erőszakmentes. Igen, én is töröm a fejem, és gondolatban ott van, már megszületett bennem, folytatni fogom, vagy a jövő héten, vagy utána való héten én is az éjségsztrájkot. Ugyanígy, mint ti. Én nem viszek magammal plakátot, nem viszek zászlót magammal. Elviszem viszont öreg apám, öreg anyám fényképét, elviszem apám, anyám fényképét, Isten nyugasztalja őket, már nincsenek köztünk. Elviszem a feleségem fényképét, a gyerekeim fényképét, és az unokáim fényképét. Ugyanis mindenki hazug világba élt eddig. Az öreg apámék, becsapták őket. A politikusok, a nagyurak, akik azt mondták, hogy itt vannak felsőbb érdekek, és a felsőbb érdekek miatt ezt úgyse fogod pornép megérteni. Ilyen nincs. Legyenek végre őszinték egyszer hozzánk, lehet, hogy akkor nem hőzöngenénk mi se annyit, de ne hazudozzanak. Őszinték legyenek hozzánk. Ezt kérjük. Egyszer kell csak megpróbálni az elsőt. Az első igazság kimondása a legnehezebb. Én tudom, tudom, hazudoztam én is régen. De kipróbáltam. Megkönnyebbülés, és sokkal jobb. Úgyhogy ezt kérem tőlük is. Egyszer, először mondják ki az igazat. Mondják meg az embereknek, hogy más érdekek vannak. De milyen érdekek lehetnek? Van más érdek, mint a nemzeti érdeke, vagy az ország érdeke? Gyarmat vagyunk? Hát akkor mondják ki, gyarmat vagyunk szerintetek? Hát akkor mondják ki, akkor tudjuk, hogy gyarmat vagyunk, és megvan, akkor mondják ki az ellenség. Ja, de azt nem lehet. Lehet, azt nem szabad kritizálni? Akkor nem tudjuk, hogy ki az ellenség, ugye? Köszönöm.